Tekintsük át az osztályozásnak a módját a Moodle-ban. Nézzük meg, hogy milyen eszköz kínál föl rá. A Moodle-ban van egy beépített pontozási napló, vagy osztályozási napló, amit a beállítások blokkon keresztül érhetek el, ha a pontokra kattintok. Általában az alapértelmezett nézete az a pontozó jelentés nézet, amelyben a szerkesztés ki van kapcsolva. Ebben a nézetben a beállítások blokkban meg fognak jelenni a napló beállításai vezérlő menük, illetve a pontozó jelentés legördülő menüből is kellett választani a különböző nézeteket és a napló beállítási lehetőségeket. Látjuk, hogy ebben a kurzusban négy tanulónak már különböző tevékenységei vannak, amelyekből pontokat kaphat. Ha én most csak úgy pontozni szeretnék, akkor a legegyszerűbb mód az, ha a szerkesztést bekapcsolom, és emlékezetből beadom kézzel a pontokat, majd frissítem. De hát ugye ez nem nagyon követi a valóságot, térjünk hát vissza az eredeti feladatunkhoz. Nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt a több feladatot kategorizálni. Ugye látjuk, hogy itt vannak tesztek, házi feladatok, dolgozatok, tehát legalább három kategóriát érdemes létrehozni ahhoz, hogy áttekinthetőbb legyen a pontozás. Kategóriák létrehozásához érdemes kiválasztani az egyszerű nézetet. Nézzük, mit is látunk itt. Azt látjuk, hogy vannak különböző tevékenységek, amelyekre már beállított pontokat fognak kapni a tanulók, de ezek most még a kurzusban kategória nélkül összegezve vannak. Hozzunk létre kategóriákat. Érdemes a teszteknek egy teszt kategóriát létrehozni, házi feladatoknak egy házi kategóriát létrehozni, a dolgozatnak pedig egy dolgozat kategóriát. Nyilván enélkül is lehet pontozni, de könnyebb lesz az áttekintés, és a tanulók is jobban érzik magukat, ha látják, hogy mely részekre kapták pontokat. Tehát létrehozok egy teszt kategóriát. Érdemes kiválasztani az pont összegzés típust. Magyarországon talán legelterjedtebb, de lehet, hogy a világon is az, hogy az összes pont lesz az összegzés típusa, tehát összesen annyi pontot fog kapni ebben a kategóriában a tanuló, amelyet a részegységek pontjai összeadva adnak. Látjuk a módosításokat, és látjuk, hogy létrejött egy teszt kategória, egyelőre még üres, majd később átrendezzük ezeket a tevékenységeket ezekbe a kategóriákba. Hozzuk létre a házi kategóriát. Házi. Itt is válaszok ezt az összes pont összegzés típust. Majd újfent rákattintok a kategória hozzáadására, és létrehozom a dolgozat, bocsánat, a proggyak kategóriát a dolgozatnak, és itt is és összes pontot fogok választani. Mentem a módosításaimat, ezzel létrehoztam három kategóriát, teszt kategóriát, házi kategóriát és programozás gyakorlat kategóriát. Bonyolultabb kurzusoknál érdemes külön egy kis szilabuszt csinálni, mi segít. Én is készítettem egyet. Itt látjuk, hogy én majd 300 pontot szeretnék kiosztani tesztekbe, 90 pontot házi feladatba és 100 pontot a programozási gyakorlatba. Ezt vezettem most be ide a Moodle pontozási naplomba. A következő videóban megnézzük azt, hogy ezeket a tevékenységeket hogyan lehet berendelni a megfelelő kategóriák alá.